Hozza be neked a Robi a kicsikét. Egyből föl a cégre, az gyerünk. Nagyon jó. A Zolika már hozza is ki az Egon csődört. Pucolás, zabolás. Anya, ennek a Józsikának adja Bélizből ám. Jó. Jobb kettő, kicsim. Igen. Már hozza be a Zoli neked, vagy a Robi. Na? Mindjárt hát behozzák a lovat neki. De addig mehettek, ti nyugodtan haladjatok. Ott lesz üres padik Egon csődinek. Menjetek, drágáim. Ne is idegesítsé, mert fölrobbanok. Azt próbáld meg. Akkor infarktus is kapok. Már így is közel állok miattatok hozzá. Hol a Bogrács állvány? A Norbirán látták utoljára. Nekem van otthon, mennyi van? Rengeteg. De én főzök. Nem. Te lovagolsz, ki ne találd már. A Robi! Utána vakarózzatok! Átvakarózni! Mert már négy csapat istállót végzett ki a szószívével. Elveszük a sót, meg a piát tőle, akkor jól kaja lesz. Redike kim van repetába, ide jön Egon csődi, ott van három Rudi, Rudi, Piszrás, Egi. A pöti csempiont behoztuk, mert túl sokat ment. És itt még van egy, a Voyager, így van. Azt kell felhívnom a Petit. Mi az, hogy te főzöl? Hát belefőzlek én, azt hiszem. Hát én fogom megfőzni. Hát akkor főzetek meg péntek délután, nekem mindegy. De szépen mennek ezek. Megfordulhatunk majd. Így ültem, mint a izé, fi. Menjetek, drágáim! Jön a kislány! Hát de mit csinál? Hát egyedül, bazd meg! Most viszed a répát, vigyed nekik, de földobod a kislányt, azt már jöhet neki. Már egy Bogrács hangulatban van mindenki, bazd meg, már semmit nem akarnak, semmit nem akarnak csinálni, csak enni meg inni. Az az életük. Bezonyám! Én hát, én mondtam is neki. Jöjjön már ki a kislány, Lejluska. Nem? Kicsit sétáljatok egy kört. Jó van, kicsikém. Ha nem kell velük még. Minden szép aranyos. Az Olika már hozza Egon csődört, a kislány itt el van. Nomcsi, azért pörgesd meg agyadat. Na de nem arra, bocsánat, hanem tudod, mire gondolok. Ja, szerintem nem hagytunk ki semmit. A Marcika meg elég. A Marcika megvolt, a Pavel csődike is megvolt, a Foltoska is, Egi is, Ádi is. Mi? Igen. Már csak az az egy van neki. Lacikám, megbolondult a zsokéd. Majd fizetem neki a TB-jét. A Nomcsi már nem is röhög. De onnan Katalin pusztán kezdté, nem? Mondták, hogy nagyon röhög. Én, Katalin pusztán. Te megbolondultál Katalin pusztával? Oda járok kocsmába. Mehettek haza? Hát, jártam kocsmába, de azt nem... Aha.